ne induljon a mai YouTube videó, ami egy igen érdekes témát fog felölelni. Kifejezetten vártam ezt a részt, mert rengeteg kérdés van ezzel kapcsolatban folyamatosan, és igyekszem most minden kérdésre választ adni ebben a témakörben. A témakör pedig nem más, mint a metszés, illetve a virágok basztatása, hogy kell-e velük kezdeni valamit, vagy jól van az úgy, úgyhogy kezdjük is. Talán onnan érdemes elindulni, hogy alapvetően mindig a tévé paprikából indulnak ki valamiért az emberek, illetve én úgy hívom ezeket, hogy a piacos látvány paprika, aminek ugye az a lényege, hogy legyen minél nagyobb, mert annál jobban megveszik, mármint a termés legyen nagyobb, nem csak maga a növény. Így annak egy kicsit más módszere van, tehát ott érdemesebb, meg ott általában azért egy intenzívebb termesztés van, ott kötözik föl a plafonig a növényt, és közben úgy metszegetik, hogy minél nagyobb energiát tudjon a növény a termés képzésbe tenni. Így kevesebb, vagy hát nem olyan bokros növényeket kell elképzelni, inkább magas növényeket, gyakorlatilag egy ilyen paradicsomhoz hasonló elvet kell vizualizálni, tehát mintha kacsolgatnánk, és a fő szárat meghagyva érjük el a megfelelő mennyiségű és minőségi termést. Sajnos nem olyan egyszerű, mint ahogy megszokhattuk már a chilinél, hogy nem úgy van az, hogy ennek majd jó lesz, ami a sima paprikának is. Sajnos ez nem így van szintén, úgyhogy más dolgokat kell figyelembe venni. Összegezve nem kell, sőt nem is összegzem, mert nem akarok ennyire előre haladni. Induljunk az elejétől. Az első kérdés általában az szokott lenni, hogyha mindent jól csináltok, akkor nagy valószínűséggel hamarabb lesz virág már a palántán, mint hogy kiültetnétek azt, és adódik a kérdés, hogy mi legyen a virágok sorsa a growboxban. Hiszen ugye elterjedt, és ez nem egy elterjedt dolog, hanem ez lényegében egy tény, hogy a különböző fajtáknál ugyan eltérés van, de hogy a virág az azért hátráltatja a növekedést, és fontos a fajtáknál, mert ez nem minden esetben van így. Egy pillanat, ide hozok még egy növényt. Ide hoztam még ezt a jalapenyót, amin ugyan vannak már termések, már meg tudom mutatni itt a kamerának. Ezt csak azért hoztam most ide, mert ezen például azt lehet megnézni, hogy megpróbálom megmutatni jobban, hogy ezen vannak bekötött termések, és elég masszív maga az ágrendszere a növénynek. Kicsi ízközöket kell elképzelni itt, ezeket mutatom. Ha ezek nagyon kicsik, akkor az egy jel arra, hogy érdemes leszedni a növényről a virágokat, hogy inkább a fejlődéssel foglalkozzon, mert itt ugye a növény méretéhez képest túl sok virág kötött be, és ezért a termésfejlesztés elveszi az energiát a növekedéstől, így ebben az esetben érdemes levenni. Kanyarodjunk vissza az elejére, tehát megjelennek a virágok, mit csináljunk velük? Ugye ez fajta függő, ma két egy ilyen kis elhanyagolt, meg egy kevésbé elhanyagolt
Csarapita lesz a segítségünkre, ami úgy nő, mint a gaz, úgyhogy aki azt mondja, hogy ezt nehéz termeszteni, az hazudik, kerüljetek el. Itt ma megnyírbáltam a gyökerét, hogy kezelhetőbb legyen. Itt nagyon jól látszik már, hogy ott fönt vannak virágai. Hát nagyon jól látszik, távol vagyunk, de hogy látszik. Na mindegy. Megpróbálom megmutatni, úgyhogy rendesen lázom, mert tehát ott vannak virágok. Már. A virág alapvetően, mint ahogy sokszor elmondtam már, az elágazásokban, és ez a mai témánk egyik legfőbb lényege, az elágazás. Tehát az elágazásokban keletkeznek, ott látható, hogy ahol elágazás, ott virág is van. És jelen esetben, tehát mit tegyünk a virággal? Leszedjük, vagy ne szedjük le? Mint látható, a csarapita nem igazán zavartatja magát, ugyan még nincsen bekötött virág rajta, tehát nem nevel terméseket, de hogy durvábban bokrosodik, mint egy átlagos kinenze például, bár azért majd itt a videó végén fönt megmutatom, hogy az is elágazik, sőt, ugye, ha majd a videó megnéztétek, és utána összerakjátok a dolgokat, utána majd nektek is ugyanígy fog kinézni a növény, ami jó lesz. Igen, valahogy ennél résznél már az elején tudtam, hogy nem fogom tudni végigmondani egyben, mert mindenről eszembe fog jutni valami, úgyhogy ezért elnézést kérek. Próbálom azért az irányt tartani, de lesznek mindig kitérők, úgyhogy ötödjére is menjünk vissza oda, hogy ott van a virág a növényem már, mit csináljunk. Alapvetően maradjunk annyiban, hogy nem kell leszedni a virágokat, hiszen a lakásban több mint 50% esélyünk van arra, hogy le fogja dobni magától a növény a virágot. Így kár ezzel foglalkozni. Olyan esetekben nem fogja ledobni, hogyha a fényed jó, és valamilyen formában a beporzás megvalósul, mint például ventilátor, ahogy fújja, rezgeti a növényt, és így létrejön a beporzás. Ilyen esetekben kell figyelni, hogy a fajta mit kíván, mert például ez a jalapenyó elkezdett kisebb lenni. Mondjuk az is igaz, hogy ennek a jalapenyónak az volt a lényeg, hogy megnézem, hogy a lámpa alatt hogy működne, hogyha szeretnék termést a növényre, és elég jól működött, viszont kiültetésnél ez nem jó. Így, hogyha most a lámpa alatt hagynám, akkor érdemes lenne leszednem a növények, vagy a virágokat. Érdemes lenne leszedni a virágokat, de mivel kiraktam őket, vagy őt az ablakba, ott semmiféle módszerrel nem porzódik be, így ott alapból ledobálja a virágokat, és látszik rajta itt följebb, hogy mindegy. Szóval így elkezdett azért inkább növögetni újra. Így ez lényegében a virággal kapcsolatos lényeg, hogyha a növény idő előtt beköt, és olyan fajta, akkor le kell venni, ha pedig gyorsan növő fajta, mint mondjuk ez a csarapita, akkor nem kell vele bíbelődni, mert valószínűleg ugye, mivel a műtrágyázással kapcsolatban már elmondtam, hogy a műtrágyát, amit keverünk, az olyan lesz, hogy az a növekedést és a termést is serkenti, így ezeknél a fajoknál, vagy fajtáknál akár. Nem lesz gond, hogyha megmarad a virág, de jellemzően mondom, nem fog megmaradni a virág, mert
mert nem nyomatjuk neki egész nap a ventilátort, meg nem porozgatjuk, se méhecskék nem fognak beredesni, úgyhogy ezzel nem akarom azt mondani, hogy ezzel nem kell foglalkozni, mert nem olyan érdekes ez a virág rész itt a termesztésben. Úgyhogy ne is gondoljátok ezt ti se túl. Nem kell a virágokat leszedni, csak abban az esetben, hogyha a növényt te nagyobbra szeretnéd növeszteni, mint ahol már sok termés be van kötve, mert akkor érdemesebb leszedni a termést is, és akkor újra neki lát majd nőni. És az a méret, ahol már azt gondolt, hogy na akkor innen számít majd a csilim növekedésének a kezdete, akkor pedig meg lehet hagyni a terméseket. Most ugye ez is minden mindennel összefügg, tehát ezért fontos a korán vetés, mert hogyha későn vetsz, akkor ilyen dolgokkal nem tudsz foglalkozni, és gyakorlatilag te egy ilyen jalapenyót, sajnos a kamera elég lent van és fixen van, ezért nem tudom csak ilyen után megmutatni. Ezt a jalapenyót, hogyha mondjuk később vetsz, akkor te kiülteted május végén, vagy június elején, úgy, mint egy jó palánta, és valóban ez egy jó palánta, csak az a hátránya, hogy ez lehetne sokkal jobb is, hiszen nagyobb is lehetne. De mivel te kiültetésre pont ezt a képet fogod látni, úgy vagy vele, hú, tök jó, kirakom, és már is pár hét múlva szedhetem is a csilit, de ez igazából nem pozitív, mert ez azt jelenti, hogy nem adtad meg a növénynek a lehetőséget arra, hogy megfelelő mérettel vágjon neki a szezonnak, és egyszerűen nem lesz akkora a bokor, így kevesebb termés lesz a növényeden. Bár annak ellenére ugye ezt jónak fogod gondolni, csak hogyha már nagyon belemegyünk itt a dolgba, akkor érdemes azt tudni, hogy ez egy szép palánta, de termés ügyileg nem kedvező, mert ez egy visszafogott növény gyakorlatilag. Ellenben például a csarapita az már most durvábban megindult, mint a jalapenyó, és ezért fontos a szem előtt tartani, ismét mondom, a fajta jelleget is, hiszen ez nő, mint a gomba, virágzik is majd. Ellenben ugye kisebbek a termések, és így kevesebb energia is kell majd hozzá, úgyhogy a termés mérete is számít ilyen szempontból, úgyhogy azzal is lehet játszadozni. Most ugye annyi féle csili van, hogy én nem akarok ebben jobban belemenni, mert teljesen fölösleges, meg kell tapasztalni. A tapasztalásnak a legegyszerűbb módja szerintem az, hogyha először, ugye mindenkinek van egy ilyen stádiuma, amikor elkezdi ezt az egészet, hogy azonnal meg akar ismerni mindenfajtát, utána rájön, hogy nem mindenfajta jó ízben, illetve rájön arra, hogy nem mindenfajta jó az ő körülményeihez, és mondjuk egy másik fajta meg tudja ugyanazt, csak elviseli az adott feltételeket, amit biztosítani tudsz nekik. Tehát a fajta megismerés után azt nézzük meg, hogy az adott körülményekben nekünk mi a jó, meg utána a fajtának mi a jó, és nem kell túl komplikálni, mert úgyis mindig lesz alternatíva, és lesznek jó csilik. Lényeg a lényeg, ez a fajta gyorsan nő, már mint a csarapita, ez alatt a lámpa alatt szépen el is ágazott, és hozza a virágokat is. És szemmel láthatóan más jellegű, tehát ezt nem is tudom jobban elmagyarázni, tehát tök más, hogy nő a növény, mert ilyen, ennyire egyszerű, nem, tehát nincs olyan, hogy ez egy csili, akkor ennek így kell kinéznie, hanem ez egy ilyen fajta, ennek nagyjából így kell kinéznie, így fog viselkedni, ez várható el tőle. Így
mutatom is, hogy ugye ahol elágazott már, ha látható, akkor már az elágazott hajtások végén is megjelentek a bimbók. Ebből adódik a legegyszerűbb dolog, hogy minél több elágazás, annál több csili. Mint ahogy erről már szintén sokszor volt szó, viszont ez az az átvezető rész, ahol szeretném átvezetni az internet egyik legnagyobb baromságára és a legelterjedtebb hülyeségére, amit úgy hívnak, hogy toppolás, aminek az elméleti lényege az, hogy kicsi korban, ezért is jó, hogy megtaláltam ezt a kis paprikát, mert igazából ez nekem már nem lesz elültetve, úgyhogy arra viszont jó lesz, hogy megmutassam, hogy ezt a toppolást gyakorlatban hogy kell csinálni. Ugyanis ugye a toppolásnak a lényege az, ahogy a nevében is benne van, hogy fogjuk és levágjuk gyakorlatilag a növénynek a fejét, mondjuk itt, de már ilyen kicsi korban. Ez egy ilyen hozzám hasonló, csak nem akarom minősíteni, YouTube-os csatornán lehet felfedezni talán ennek az eredetét, amit sikeresen a legbénább magyar csilis fórum fel is karolt, és ezért még a mai napig köztudatban van, meg ezen szocializálódtak a mostani macskakörmös nagy termesztők is, akik mondjuk egy ilyen palántát simán kiraknak a Facebookra, hogy tökéletes minden, holott ez azért nem az. Mindegy, zárójel bezárva. Tehát a toppolás lényege az, hogy ezt az elágazást, ami látható ezen a szintén, mind a kettő egyébként csarapita, csak az egyik idősebb, a másik meg csak úgy kallódott, és ez szintén ugyanaz, meccés nélkül így el van ágazva. Na most akkor mi van? Fajta jelleg szintén, és fény kérdése. Nagyon fontos a fény ilyen szempontból, ami, hát ebben még mindig nem akarnék belemenni, mert mindig rejtély számomra kellene több tapasztalat ezen a téren. Csak ugye annyira belenyúltam jóba, hogy én nem fogok ezzel most 10 féle lámpát kipróbálni, hogy elmondjam, úgyhogy a ti tapasztalatokat kell először megnéznem, meg kivenni belőle az érdekes részeket. Nem, szóval a fény az fontos, illetve ugye a műtrágyázásunk is fontos, de hát az ugye az elejétől kezdve erről már volt szó, úgyhogy a műtrágyás videóban meg tudjátok nézni, hogy is milyen összefüggés van a műtrágya, a virág és a lámpa, illetve az elágazások között. Nem húznám ezzel itt a szót. Ami fontos ugye itt is, hogy a fajta jelleg, mert ugye ez a jalapenyó például, ez annyira nem kezdett el itt elágazni. Egyébként valószínűleg ez is, bár mondjuk az ablakot, tehát az ablakban sem csinálja amúgy, meg ez a jó fény alatt sem csinálja, tehát ez annyira nem indul meg ilyen hamar alulról. Ugye elágazásnál tartunk még mindig, meg a toppolásnál, apró kitérővel. Na, most nézzük meg gyakorlatban a toppolást. Előtte egy ilyen zárójeles gyökérmetszés is mutatok ismét, hogyha esetleg lemaradtatok róla, mondjuk erről van videó, de most megmutatom, mert igazából útban van itt ez a gyökér nekem, és ha már így alakult, akkor megmutatom, hogy amikor elkezdik metszeni a gyökereket, akkor valószínűleg innen alulról fog kilógni egy-két szál gyökerecske. Azt konkrétan vissza kell vágni eddig így, ahol a kosár tövéig vissza kell vágni. Utána belül a közeggyapodban elkezdi majd kidobálni a többit,
utána megint vissza kell vágni, ugyanúgy a kosárig vissza kell vágni, de már itt el kell majd kezdeni, tehát mindig a gyökér és a lombnak összhangban kell lennie. Eleinte ugye a lomb mindenképpen nagyobb lesz, de ezt hagyjuk is meg, mert ugye abból tud építkezni, tehát nem véletlenül van a csinyák levele, hogyha levágjuk, akkor a gyökeresedést is gátoljuk vele egy kicsit, hiszen azért mégiscsak a leveleken keresztül történik sok minden a növény életében, így mindig bele kell ezt kalkulálni, hogy nagy lombja legyen, de ha vágunk a gyökérből, akkor elkezdhetjük kicsit lecsípdesni az alsó, itt mondjuk ez már nem levél, hanem szintén hajtás kezdemény, itt ez a kettő, és akkor kicsit visszacsípünk. Mondjuk ennyit az első gyökérmetszésnél. És akkor utána a második gyökérmetszésnél még egy kicsit csípünk, van lombja még mindig, ugyanakkor a gyökér, akkor most kb. Visszavágom, körülbelül akkor mondjuk már ilyesmi sűrűségű lesz, akkor megint nő a gyökér, akkor visszavágjuk, durván nyugodtan, mert ugye azt is figyelni kell, hogy itt oldalt mennyire kezd el gyökeresedni, azt is szem előtt kell tartani, itt a papírforma szerint, itt a másikon látszik, hogy azért elkezd, tehát ez egy előre haladottabb stádium, és itt jönnek kifelé sűrűbben, meg ott alul is besűrűsödik, sokkal sűrűbb, mert itt most ugye, ha benézzünk alá, akkor itt még nincs annyi kilógó gyökér. Na, mindegy, a lényeg, hogy ha gyökeret metszitek, akkor legyen lombja mindenféleképpen. De most akkor kanyarodjunk vissza a toppolásra. A toppolás ugye annyit tesz papíron, hogy itt a levél tövegben megbúvó, itt a nóduszoknál, itt a megbúvó kis hajtás kezdeményeket beindítja, és kinevel magából, általában, hogyha visszavágjuk, akkor az a felső kettőt megtolja, és csinál belőle egy két új külön hajtást. Most a gyakorlatban meg is mutatom, akkor a toppolásnak a lényeg, ezt ugye a növény méretétől függ, de általában ilyen kicsi korban szokták ezt csinálni, és akkor fogják, és konkrétan így lefejezik a növényt. Paf! Na és akkor várnak szépen, hogy kihajtsanak ezeknek a leveleknek itt a tövéből az új ágak, nem is tudom, hogy hívjam. Persze lehet ezzel játszadozni, hogyha nagyon megnyúlnak a növényeid, akkor mondjuk elvágod itt, süty, és akkor onnan ezek már talán jobban is látszódnak még a videóban is. Betesszik a háttérnek, jobban rázomból. Látszik, hogy ott már alapból bedurrant, és ezeket ez a vágás gyakorlatilag be is indítja, és innen elkezd fejlődni az új növényünk, ami már sűrűbb lesz, mint a kiindulási pont. No, ez nagyon szépen hangzik, ugye? Egy egyszerű vágással dupla bokrot csináltunk, de az élet nem ilyen egyszerű új fent a csilik esetében, hiszen ezzel a mozdulattal olyan színvonalon odavágunk a növénynek, hogy gyakorlatilag egy olyan két hónap lemaradást már is csináltunk ezzel, egyszerűen valahogy nem élednek fel úgy a növények, földben kifejezetten nem, hidróban, jó lámpával, jó fénnyel lehet ezzel csalni, esetleg, de teljesen fölösleges, mert ha meg már jó lámpa, meg jó táp van, akkor meg lehet csinálni vágás nélkül is ezt az egészet. Ugyanígy, tehát fölösleges. A lényeg, a toppolással gyakorlatilag az eddigi munkátokat is
lefelezitek, és mire nagy nehezen összejön a növénynek, hogy legyen valami, akkor észreveszitek majd, hogyha meghagytok más növényt is, ami magától kezd majd elágazni, hogy konkrétan lemaradt nagyon csúnyán, ezért a topolást ezt mindenféleképpen kerüljétek, mert hülyeség nincsen értelme, nem lehet ezt egyszerűbben elmondani. Úgyhogy még egyszer mondom, hiába kedvező, meg egyszerűnek tűnő megoldás ez, meg olyan logikusnak is tűnik, hogy fúgatjuk ki, hogy a nő valamiért a chili nem tolerálja, szintén faj függő inkább ez már, mert például a bakkátumok és az annumok azok jobban tolerálják, sőt azokkal lehet is akár játszadozni, mert hogyha ilyen nem is tudom, ilyen szépészeti szemszögből nézzük a növényeket, és szeretnél valami szép kis bokrot, akkor azokat lehet így csípdesgetni, ahol jónak gondolod, mert azok jobban bírják, meg akár jobban is igenik, és ugye a TV paprika is egyébként annum, tehát ugye visszakanyarodva oda is, ott meg az a lényeg, hogy szép nagy termés legyen, és ezért úgy van műtrágyázva is, hogy az fejlődjön inkább, és a meccés is ezt segíti elő, de a mi esetünkben, ami általában kinenze, ott teljesen más szabályok érvényesek, amik a következők lesznek. Most még azért erről szintén azt is tudni kell, hogy ami kihajt majd két új hajtás, az elkezd majd konkurálni egymással, tehát gyakorlatilag a saját magának az ellensége lesz a növény ebben a formában, mert azokban a formákban is szintén vigyázni kell, de ez majd a kötözésnél lesz téma, ezt majd megpróbálom majd gyakorlatban megmutatni majd kint, mikor majd kötözésre kerül a sor, hogy kell kötözni, úgyhogy ezt nem is sütném el előre. De az a lényeg, hogy a chilit úgy kell elképzelni, mint egy őszi barackot, tehát egy ilyen katlan formát kell kihozni belőle. No! A legfontosabb részéhez értünk talán ennek a monológnak, vagy témának. Mi van akkor, hogyha rájövünk arra, hogy nem toppoljuk, mert hogyha ügyesek vagyunk és jó megoldásokkal dolgozunk, akkor simán ki tudunk hozni egy bokros növényt, meccés nélkül is. De ugye ilyen esetben is azért kell meccegetni. És ez megint egy zárójel lesz. A meccés, mondhatni, hogy ez egy elhanyagolható kérdés, de azért annyira nem. Tehát én is most szereztem be egy normális ollót ehhez, aminek a lényege, hogy egyenes legyen, ne legyen benne olyan rész, ami beelakadt. Tehát például volt egy metszeollóm, amit szerintem képeken láttatok, annak volt itt egy ilyen kis fém kitüremkedése, amivel konkrétan beleakadtam mindig a levelekbe, és kiszakítottam. Tehát legyen egy ilyen akadásmentes, és lehetőleg tompa hegyi olló, mert hogyha túl hegyes, akkor azzal is meg lehet szurkálni nagyon könnyen a növényt, meg beleakadsz azzal is a levelekbe, hogyha csumbújba matadsz. Úgyhogy egy ilyen hosszabb, mégis gyakorlatilag egy sima olló is jó, de hogyha már kertészek vagyunk, akkor erre alkalmas ollót használjunk, mert az úgy szép lesz. Tehát itt ugye azt kell elképzelni, mint ahogy mondtam, a gyökérmetszésre visszavezetve, tehát ugye nem mindig metszed a gyökereket, mert nem mindenki hidrózik, ezért így általánosságban mondom, hogy ahogy növöget a növény, úgy lehet, itt már ki vannak ugyan csípve, úgy lehet így a főszáron csípdesni le a leveleket, mindig kicsit följebb, hogy több fény érje az alját, és akkor onnantól kezdve
hogyha minél több fény éri, akkor elkezd bedurranni. Bár fajta függő is, mert van, de például ez nem volt. Tehát ezért leárnyékolták egymást, és úgy is simán bedurrant. De az a lényeg, hogy föl kell szedegetni a leveleket, mert ez segíti alulról az új elágazásokat azzal, hogy több fényhez jutnak. Na most ugye alapvetően ez is egy olyan kérdés, hogy ki mit szeret, mert ugye kiültetésnél ez egy maceráns dolog, tehát ez mondjuk egy kifejezetten ez a téma, amiről most beszélünk, ez 100% hobbi szint, mert nyilván termelő vagy, ilyen bokrokat kiültetni eléggé macerás. Így termelés szempontjából az Y alatti, az első Y, ami jelen esetünkben egyébként itt van, az első Y alatt általában érdemes felpucolni mindent, de ha ezt is megtetted, akkor érdemes tudni, hogy szintén kihajt, még akkor is, hogyha nem csak levél volt a kiültetésnél, hanem elágazás is, az is tud új tétre jönni, hiába lett levágva. De ha már mi hobbiból csináljuk, akkor mi nyugodtan meghagyhatjuk ezeket a hajtásokat, sőt, ugye arról beszéltem eddig, hogy legyenek ilyen hajtások, de kiültetés előtt, ahogy növöget, ugye mindig legyen lomb, az nagyon fontos, de ahogy növöget fölül a lomb, úgy ezeket az oldal hajtásokat, az alsó leveleit is el lehet kezdeni fölnyírbálni, gyakorlatban konkrétan mondjuk így lehet fölnyírni, és akkor itt alul lesz egy ilyen csupasz rész, ami könnyebben kezelhető, meg ezt azért is érdemes megcsinálni, mert ott a felverődő víz, stb. Gombák megterepedését is lehet végül is ezzel kicsit gátolni, tehát a betegségek megelőzésére is egy picit jó lehet, meg a kezelhetőség, tehát odaférni a tövéhez, mondjuk a csepegtető van, ez annyira nem érdekes, de ha öntözőkannával öntözöd őket, akkor praktikusabb, ha odaférsz hozzájuk, mert ugye nyilván ugye a kötözésnél majd alakul a kinézet is, de ugye erről már később. Nos! Egy újabb nossal kanyarodjunk oda, amit mondtam, és akkor talán most zárom be a zárójelet, hogy a legfontosabb részhez érkeztünk, amit nagyon érdemes lenne felfogni, hogy de majd ezt a videó végén fölmegyek a fönti sárga morugán, ez durvábban látszik, mert jóval erősebb növekedésű, mint ez. A lényeg, hogy van nekünk egy főszárunk, ugye? Amit a toppolással megcsonkít az, aki szerint ez jó. De ez a főszár, azt vettem észre, hogy egyszerűen a csiliknél olyan, mintha valami, nem is tudom, mondjuk egy ilyen szuperhősös filmben, amikor van egy olyan karakter, aki le tudja magát hologramokkal sokszorosítani, és mindig ugye ki kell lőni azt a fix szemét, hogy akkor kiderüljön, hogy akkor melyik is a valódi. Tehát nem tudom, hogy mennyire volt ez a példa jó, de hogy ez a fő szár, ennek a piszkálása valamiért a csiliknek legfőképpen ugye a szuperhot kategóriában mozgó fajtáknak akkora érvágás, hogy egyszerűen nem tudom miért, ne kell nekik ez az ág. Tehát ez úgy fog kinézni ez az egész rendszer, hogy elindulnak ezek az ágak, ugye itt eljött az első Y, és akkor utána ez fraktálszerűen elkezdi ugyanúgy többszörösíteni magát, és ezzel párhuzamosan elindulnak, ugye ezt csúnyán úgy szokták hívni a nem szakik, hogy vízhajtások, de ezek a hajtások gyakorlatilag nem
hobbiszajtások, mert ugyanúgy termő ágak ezek, csak valamilyen sokkal gyorsabban nőnek, valószínűleg azért is, mert ugye a felső rész mindig leárnyékolja, és van benne egy kis nyúlás, de hogy sokkal agresszívabban nőnek, de ugyanúgy teremnek. És ez úgy fog kinézni, hogy ezek az oldalhajtások, ezek le fogják hagyni majd ezt a középső részt, és ez lesz tulajdonképpen, ezek az oldalágak lesznek, amik miatt nagy növényt tudunk létrehozni, sűrű növényt tudunk létrehozni, és sok termést tudunk kreálni. Tehát ha megnézitek, profibb külföldi, általában külföldön látni ilyen profibb képeket, ahol tele van paprikával ezek az ágak is, úgyhogy ez nem kitalált dolog, ez valóban így működik. De van valamiért a fő ágnak a piszkálása nagyon érzékeny, éríti a kis növények lelkét, úgyhogy ezt semmiféleképpen nem nyúljatok hozzájuk. Most én olyat próbáltam még, ami érdekes volt, hogy a fő ágnak a nem az első, hanem mondjuk a többedik ilyen Y-nyát vágtam vissza, és az mondjuk már egy jó eredményt hozott, sőt, talán az egyik legdurvább reapereim akkor voltak, amikor ezt csináltam velük, de ezt hozzá kell tenni, hogy ott meg olyan szinten lett sűrű utána, ja, mert ugye ezeknek az Y-oknak későbbiekben innen is elindít majd a növény. Hogyha lent le is vágod őket, innen az első Y-tól, a többségében az első, de ugyanúgy a többi Y-nek a közepiből elindítja majd ezeket az oldalhajtásokat, és így, hogy ugye visszavágtam a többedik Y után, olyan szinten lett sűrű, hogy az is már negatív hatással volt, nem tudtam úgy széthúzni, rendesen megkötözni, és gyakorlatilag saját magát leárnyékolva dobta le a virágot, mert ugye a virág eldobásnak az egyik oka a nem megfelelő fény, és ugye így saját magát leárnyékolta, úgyhogy ott a közepében annyira nem volt sikeres a dolog, bár kívül ugye igen, de lehetett volna ez jobb is, így én azt a részt elengedtem, hogyha esetleg valaki kíváncsi, azzal meg lehet még próbálkozni. Tényleg a többedik fő száron lévő Y után vágja el. Y vágdosás, ugye sokszor látom azt, és itt most remélem már nem kell ilyen témában ez a növény, ezért most így megmutatom, hogy mit szoktatok csinálni, mikor teleltetés van, és visszavágjátok. Nagyon fontos, hogy akkor is figyelembe kell venni a nóduszokat, mert hogyha itt visszavágjátok, mindjárt levágom, akkor előtte nem fog már kihajtani semmiből, csak innen fog kihajtani, a közepétől, illetve alatta fog kihajtani. Így, hogyha visszavágtok teleltetéshez, akkor hagyjatok rá, tehát ne csináljatok ilyen Y-t így, mert ennek semmi értelme nem lesz, hiszen ezt a csonkot, ez itt el fog száradni, és innen fog elindulni, ennyire, akkor le is vághatjátok a tetejét, csak még ezt nem teszem meg, mert lehet, hogy kelleni fog, és akkor legyen mivel mutogatni. No, hogyha... Ugye lehetne egy olyan verzió is, mi van akkor, hogy ha fognánk és innen kidírentenénk az egész tetejét, ezt is meg lehet próbálni, de mint mondtam, sokkal érdemesebb a fő ágat meghagyva és az oldalhajtásokat is meghagyva a növényt, foglalkozni a növényt, vagy hát tartani a növényt. Egy pillanat, még gondolkodok, hogy kihagytam-e valamit. Nagyon nem ugrik be, hogy mivel lehetne még ezt túlmagyarázni, de ezért megpróbálom. Tehát például, amikor levágjátok a leveleket, akkor nyugodtan lehet ráhagyni egy ennyit.
És akkor ez a kis csonkocska, ezzel az fog történni, hogy elszárad és gyakorlatilag tőbe leesik majd, ezért nem érdemes nagyon közel vágni, mert teljesen fölösleges, magától le fog esni, ez teljesen normális, nem gond. Jó, hát akkor nem tudom, itt felpucolgatom egy kicsit, hogy még jobban el lehessen képzelni a dolgot, tehát itt levágjátok nyugodtan alulról. Már ugye ez inkább ilyen kiültet, vagy hát ugye közbealakítás is, a kiültítés előtt mindenképpen érdemes ezt megcsinálni. De hogyha még előbb csináljátok, akkor lehet, hogy még több oldalhajtás lesz, de mint mondtam már, az sem mindig cél. Így, hogyha tényleg annyira sűrű, hogy az már élettel össze nem egyeztethető, akkor érdemes a legbelső ágakat, hajtásokat kiszedni, hogy ne árnyékolja, de általában ez nem lesz gond, hogyha jól kötözitek, csak ugye a kötözés is valamilyen Magyarországon egy karó, amihez oda szorítjátok az egész növényt, ami nem jó. Tehát a kötözés egy külön videót meg fog érni. De hogyha jó a kötözés, akkor nem kell levágdosni belső ágakat sem jellemzően, mert kellő fény fog oda jutni, hogyha ügyesek voltatok. Úgyhogy éppen ezért a kiültetésnél is érdemes, hogyha van helyetek, mert akkor valóban széles bokrok lesznek a növényeitekből. Szóval újra, ami a lényeg, ami a legfontosabb, hogy a főhajtás mindig maradjon sértetlen, és megfelelően karózzátok inkább a növényeket. Illetve opcionális, hogy az első Y alatt levágjátok-e a leveleket, vagyis pontosabban már bent is vágjátok le a leveleket, de hogy a hajtásokat is levágjátok-e, az külön, az attól függ, hogy neked hogy kényelmesebb, de jobb, hogyha meghagyod. Illetve talán a földeseknek egy kis kitérő, hogy ott szintén igaz azért ez, bár talán mondtam, hogy érdemes fokozatosan feljebb pucolgatni a növényt, már palánta korban is, de ott is mindenféleképpen törekedjetek arra, hogy egy nagy saláta, hogyha fölülről megnézitek, akkor mindig legyen a növény, hogy kellő felülete legyen, lombfelülete legyen a fejlődéshez, és ezt ne hagyjátok figyelme kívül sosem, mert hogyha így szétkaszaboljátok a növényeket, akkor annak semmi értelme nincsen, ezt csinálják azok, akik nem értenek hozzá, de mi azért vagyunk itt, hogy értsünk ehhez, és annak ez a módja, hogy nem nagyon bántjuk. Összegezve a meccést, hidróban talán ugye akkor a gyökér. Most tettem én fel a Attila Tiltott Chili Blog Facebook oldalára egy fotósorozatot, amikor még ez máshol volt ez a növény, a többi növényel együtt, hogy milyen szép nagy gyökerek voltak, és visszakurtítottam, hogy ne hadonászak a videó előtt fölöslegesen itt a gyökerekkel. Meg egy sörös dobozba tároltam le addig, ameddig nem ültem ide megcsinálni ezt a dolgot, és úgy fér bele. Mindegy. Tehát a gyökerek meccése az érdekes, és arra megint azért még kitérnék, hogy ugye az is egy ilyen elterjedt dolog, hogy jaj, úristen, a gyökér, hogyha megsérül, akkor mindennek vége. Szemmel láthatóan nem. Most mondjuk azt megsillett, hogy már egy fél napja itt csapvízben áll, tehát kezd egy kicsit barnulni. Meg ráadásul hideg csapvízbe tettem bele profi módon, de hát ugye ennek most az volt itt a lényeg, hogy megvágdossam nektek tulajdonképpen, mert nem akarok ezzel a fajtával beleesni a hibába, hogy szedegessem a kis terméseit, úgyhogy elég lesz ebből egy majd. Na mindegy,
azért itt még akkor, ha már megvágta, akkor megmutatom, hogy mondjuk... Mondjuk itt látszik, hogy még hajtana. Akkor fogjuk, és lefejezzük, és akkor így lehet kialakítani, viszont utána már egy ilyen kis díszbokrot gyakorlatilag, úgyhogy buxusnak, hogyha szeretné valaki nevelni a csilit, akkor így kell. Továbbá ezt lehet még ugye cifrázni, hogyha az oldalhajtásokat vágod vissza, akkor az is ugyanúgy el tud ágazni. De mondom, ezeket ezt azért nem érdemes, ha csak nem tényleg valamilyen, mondjuk csarapitából tényleg lehetne egy ilyen díszbokrot összehozni, mert a termése is kicsi, és ilyen szép sárga dolog lehetne belőle a sok kis termésével, ilyen sűrű bokornak faragva, de a nagyobb, ami már mondjuk a habanéró méret, ott nem jó, mondom, ez a túl sűrű dolog sem, mert ugye a fény az így elveszi saját magától a növény, és a termések javára megy, aztán majd potyognak a virágok. Így nem kell, de lehet, hogyha már ezt így most megmetszegettem, lehet, hogy még visszavágom, és vágjunk is mondjuk itt bele. De ugye, és akkor ugye utána az az érdekes, hogyha minél sűrűbbet szeretnél, akkor minél jobban kell visszavágni. Itt látszik, hogy itt van egy lehetősége, onnan ki tud hajtani, meg nyilván még innen is valószínűleg ki tud, illetve a következő az innen. Tehát, hogyha minél lentebben indítjuk, akkor igen durván vissza kell csípni, és akkor innen, és innen, de innen biztosan ki fog megint hajtani. Jobb esetben az alsó is kihajt, majd a fény függvénye, ugye? És akkor ez egy jó kis buxus lesz, úgyhogy gömbre lehet nyírbálni, itt is megnézzük, hol vannak a lehetséges dolgok. Ennyi, ott onnan ki tud hajtani, akkor ezt lehet ilyen durván. És akkor egyelőre ennyit hagyunk meg, azért, hogy legyen neki még lombja. Úgyhogy ilyenkor is figyelni kell, hogy olyan durván vágdos, tehát itt maradt mondjuk 2-4 darab teljes ágat, vagy hajtás, amit azért hagyunk most meg, hogy jó legyen, de ha majd elindultak a visszavágott részekből a hajtások, akkor utána azokat is visszacsippentjük, és így egy nagyon szép, de értelmetlen sűrű bokrunk lesz. Lehet ezzel kísérletezni, azért hobbi, hogy ezzel játszadozzatok. De mondom, hogyha nagyon szeretnétek eredményes nagy növényt csinálni, akkor a jó palántán kívül majd a kötözés lesz a következő, illetve a nagy cserép, tehát a cserép választásról is lesz majd szó. Lesz az eldöntő a kérdésben. Szerintem ennyi. Nem kell túlragozni, most megpróbálok itt szintén följönni, és megmutatni a fönti morugán, mert ott azért az egy másik dimenzió. Tehát itt vannak az említett levágott levél csonkok, amikkel nem kell törődni, mert ez fogja magát, és leszárad, és ledobja, és akkor onnan szépen elkezd majd jönni. Ugye itt látható, hogy szintén elkezdett elágazni a sárga moruga. Ez nagyon jó. Neki egyébként azért több fény kellett ahhoz, hogy ez működjön. Ezért is vettem ki középről, onnan jobban le kell ragasztani, de a cipben ez a ragasztó nem jó. Onnan középről a két csarapitát, mert az is volt a terv, hogy a 6 erős legény legyen majd csak benne, és kapjon rendes fényt. Ami úgy látszik, hogy sikerül is, mert azért hozza az elágazásokat. És hát azért eléggé próbálok oda világítani neki. Ahhoz képest a januári vetés azért már tényleg elkezdett fásodni, nem csak ilyen poénból,
meg ugye... Ez már törzs. Virág is van, stb. És akkor itt ugye, amikor már komolyra van fordítva a szó, itt meg tudom mutogatni élesbe is, hogy mi történt ugye a gyökerekkel. Egyetemben csak a leveleket vágdostam. Fölülről is, fölülről a mai napon vágtam le, amikor egy kicsit visszavágtam alul is a gyökereket, mert új vizet kapott a kratki. És levágdostam, de jellemzően kiültetés előttig az első és második Y után már nem nagyon kell a főágon menni levél ügyileg, tehát levelet onnan már nem nagyon kell majd levágni, hanem majd itt visszaugrunk, és elkezdjük majd alulról, ahogy itt már el is kezdtem, de ez fokozatos, tehát nem szabad egyből fölnyírni, mint az állat, mert akkor nem lesz elég lomb ahhoz, hogy erőteljes palántánk legyen, hanem fokozatosan, mindig kicsit, ahogy sűrűsödik, ahogy látjuk, hogy na most már túlságosan összeérnek, akkor alulról el lehet kezdeni följönni, és akkor ez működni fog. A virágokat jelen esetben szintén nem piszkálom, van is, ami leesik alapból, mert nem éri a ventilátor úgy, szóval így teljesen fölösleges ezzel bíbelőn jelen esetben is, de hogyha nagyon úgy alakulna, akkor le kellene szedni a virágot, de ilyen még soha nem volt, sárga morugával, hogy ez úgy alakuljon, mert az a termés ellenére is elég jól nő, úgyhogy ez megint egy másik műfaj. Így maradjon mindenki a kísérletezésnél szintén, a lényeg viszont ez alapján el tudtak indulni, működni fog. Már csak az a kérdés, hogy milyen fajta csilid van, és az hogy fog viselkedni, hogy fog nőni a te adott körülményeid között, és annak megfelelően kell ezeket az információkat befektetned a termesztésedbe. Na, sziasztok!